hagyomány legyen, egy kezdete egy nagyon komoly Kárpát-medencei szövetségnek, egy női szövetségnek. Rendhagyó helyszínen gyűltek össze a kereszténydemokrata nő találkozó résztvevői. A meghívott közéleti szereplők a Kisvárdai Veselényi utcában találkoztak. Azt gondolom, hogy itt a három határ csücskébe minden olyan kezdeményezés, amely a három ország határon túli magyarságát érinti, az egy fontos esemény az anyaország számára. Ez pont egy ilyen nap, hiszen a KDNP nőpolitikusok először szervezett formában itt találkoznak. A kétnapos programsorozat faültetéssel kezdődött. Juhász Hajnalka, a KDNP alelnöke elmondta, a faültetés szimbolikus, de egyben kézzelfogható cselekedet. A kereszténydemokrata értékrend mellett a környezetvédelem fontosságára is fel akarják hívni a figyelmet. Hozzátette, politikusként, a párt nőtagozatának elnökeként az egyik legfőbb célja, hogy a kereszténydemokrata értéket képviselő nők aktívabb szerepet vállaljanak a közéletben. Ehhez pedig a kapcsolatok bővítésére, összefogásra van szükség. Ez egy óriási érték, hogy a Covid után a gazdaság újraindításáról, a munkahelyteremtésről, a munkahelyek megőrzéséről tapasztalatot cseréljünk egymással. És ugye Ukrajna kivételével és Szerbia, mint leendő uniós tagállam esetében nagyon fontosnak tartjuk, hogy környezetvédelmi kérdésekről is beszéljünk, hiszen szomszédos országok vagyunk, ami az egyik országban történik, az érinti az összes többit is. Ezért nagyon fontos az, hogy egy olyan közös együttműködést alakítsunk ki, amellyel az egész Kárpát-medence értékmegőrzésében és környezetvédelmi gondolkodásában, vagy adott esetben a 2050-es klímacélokban szerepet játszhassunk. A kétnapos találkozónak kerekasztal beszélgetések mellett közösségépítő programokat is szerveztek a résztvevőknek.